Sziasztok, ez itt újra The VR. Sziasztok, ez pedig újra a heti vlog, bent. Bent, igen. Majd a vlog közben elmagyarázod nektek, hogy most ez miért egy ilyen nem annyira mozgalmas, nem annyira kifelé mozduló vlog. Ez de, egy kis laza. De attól függetlenül tartalmas, nem? Ha, viszonylag tartalmas. Mármint a vlog nem, nem az, ami történt. Na mindegy, majd közben a vlog közben majd bevágosgatjuk, hogy mi volt. Na, de egyáltalán mi volt a héten? Először is kezdjük azzal, hogy elkezdtük a No Man's Sky-t. Elkezdtük a No Man's Sky-t, igen. Igen. Ugye láttuk a kezdeti visszajelzéseket, mert ugye relatív háromnapos késésbe kezdtük el, hiszen már elmondtam nektek az előző vlogban, hogy meg akartuk várni a hétfőt, ameddig az Nvidia is kidobja a drivert. Nem tudom, hogy ez mégis hogy gondolta mindenki, hogy pénteken elkezdték zúzni, bár nem sokkal azután jött, vagy egy kicsit előtte. Mindig nem is az a lényeg. Szóval megvártuk a normális Nvidia drivert, meg megvártuk a visszajelzéseket, nagyjából milyenek, hogy tudjunk reagálni a dolgokra. Ja. Na de, tudjuk, hogy nagyon sok a negatív visszajelzés, tudjuk, hogy viszonylag sok a pozitív visszajelzés, és hogy baszott sokan vették meg a játékot. Nagyon sokan. Van ez az infónk. Van az az infónk, hogy tudjuk, hogy nektek is kurva sok véleményetek van. Igen. A kommentekben olvastok. Az, amelyik letorrentezte, az nem a komment szekcióból, hanem a világról húzzon vissza az anyjába. Tehát pontosan annyit ér a véleménye, mint egy darab szar, ami az útszélén van, és már hetek óta szárad. Igen. Rád gondolok. Akik viszont megvették a játékot, és hasonló élményekkel gazdagodtak, mint mi az elmúlt három részben, eddig, mert tényleg nem játszottuk tovább még. Nekünk nagyon tetszik. A játék maga tetszik. Én értem az elégedetlenséget, de nagyjából ugyanazt fogjuk elmondani, mint nagyon sokan a külföldi médiában is, hogy a játékkal szerintem alapvetően mindjárt a technikai részről is beszélek, most a technikai problémákon kívül, tehát ami effektíve gond vele, a játékkal nincs gond. Túl volt hype-olva. Igen. Ez egyértelmű. Túl nagy volt az elvárás. Igen, tehát ha valaki azt hitte, hogy 65 millió bolygót egyedi dolgokkal lehet megtölteni egy olyan játékban, aminek az összméret, amit leszed a Steam 2,6 GB, azt nem tudom. Tehát bassza meg. Na mindegy, nem, ez a lényeg. Nekünk maga a játék tartalmilag, meg maga a játékelemek, meg a maga, ami benne hangulat. Van, egészen tetszik. A hangulat zseniális, szerintem a zene nagyon jó, a hangok nagyon jók. A képi világ szerintem ahhoz képest, hogy mekkora játékról beszél, milyen gigantikus játékról. Tehát még egyszer mondom, srácok, gyakorlatilag ez egy akkora bejárható terület, hogy jöhetnek itt a GTA 5-ös kommentek, amit én is imádok, de az egy bolygónak egy kis része. Igen, de amúgy láttam Johnny-nek, 2003-ban néztek így ki a játékok. Igen. Csak azok nem voltak ekkorák. Igen, tehát ezt bele kell vennetek. Az, hogy 2003-ban néztek ki így a játékok, hát azért nem. Szerintem sem. Azért nem. Azért attól sokkal jól néztek. Tehát az, hogy egy játéknak úgymond ilyen, egy kicsit ilyen retro, egy kicsit ilyen... Igen, nagyon minimalista stílusa van. Igen, egy minimalista stílusa van. Ez gyakorlatilag most divat. Ja. Ja. Megérted? Most akkor felhasználhatjuk példaképpen a gyakorlatilag Steam rekordokat, nem döntő, hanem megbaszó Stardew Valley-t. Aminek olyan grafikája van, mint az Oregon's Trail-nek, ami Nintendo igen, játék de, volt. De amúgy annyira felesleges a grafikáról beszélni. Abszolút. Ennyire mindig... akkor oda a legjobb játék, meg a izé. Érted? Hát akkor nem. Ja, pont nem. Például a Battlefield vagy Battlefront, és nem. Igen, és nem. Ja. Na mindegy, ne is ebben menjünk bele. A játék nekünk egyébként tetszik. Én nagyon élvezem. Én meg élvezem nézni, hogy játszol. De az, hogy tudod, az a jó benne igazából, hogy nemes egyszerűsége, ha nem állsz meg a játékelemeken. Külön-külön. Csak maga az, hogy ahogy játszol, úgy egy kicsit úgy magával szív. Kíváncsi vagy rá, hogy ott mi lesz, aztán, hogy ott mi lesz, vajon az, hogy néz ki. Szóval érted, hogy van egy motiváció, még ha nem is az, hogy eljöss a galaxisokhoz, csak hogy kíváncsi vagy a következő dologra, mert nem tudom, nekem az eszencia tetszett meg a játékban, amit én nem találtam meg például a Minecraftban, vagy más ilyen jellegű játékban, a Forestben, vagy a Rustban, hogy annyira nagyobb az egész, és annyira úgymond esetlennek érzem, vagy kétségbe esetnek érzem magam, mint játékos, hogy bazd meg, mit kell csinálni, hogy így követem azt a kevés dolgot, amit ad a játék, hogy hú, vajon mi lesz? Mert nem merek menni, mert az, aki ki tudja, elmegyek a picsám, mi lesz? Ja, persze, persze. Jó, hát nem lesz semmi, csak jöjjetek vissza. Ami, hát rettenetesen sok idő, mert ezt kell craftolni az üzemanyagot, na mindegy. Szóval ebből a szemből tetszik. A játék technikai problémáit viszont már abszolút megértjük. Meg, az maximálisan meg. Láttunk gondokat. Tehát, vannak, tehát elég komoly frame dropjaink voltak nekünk is, kétszer crashelt. Nyilván ezt nem láttátok ugye magában a felvételben, azokat kivágtuk, de kétszer crashelt a játék, ami ugyannyira nem jó, de mindegy. Megmondom, tehát például indításnál rettenető sok a frame drop. Amikor elindul, betölt a map, igen? Akkor nagyon. Akkor nagyon sok. Ugye 5 perc így. Igen. Utána viszont rendeződnek a dolgok, és minden fasza lesz. Igen.
Nyilván, aki mondjuk gyengébb hardware-re játszik, ott elhiszem, hogy több probléma van. Ott biztos, főleg a proci, akinek gyengébb a procia. Mert ez főleg prociból. Szerintem a procinak van. Procival többet dolgozik, mint GPU-val jelenleg, igen. Meg valami iszonyat memory leak-es, nem tudom mi a fasznak, de zabálja a memóriát. Most hát tudom, hogy miért, csak... Na mindegy, vannak már erre módszerek, amivel ezt meg lehet oldani, és úgy néz ki, hogy nem sikerült. Úgyhogy, na mindegy, nem ez a lényeg, ezzel viszont teljesen egyetértünk. A Steam-en ne dőljetek be, a negatív visszajelzésnek a nagy része ebből adódik, hogy igen. Ugye hardveres, tehát na, optimalizációs problémái vannak a PC-s partnak, amit teljesen megértünk, és mi is azt mondjuk, hogy ez így szar, reméljük sikerül patchelni. De amúgy nekünk tetszik a játék, igen. És úgy láttuk, hogy egyébként azoknak például, akik nézik, nem pedig játszák, azoknak is kurva tetszik. Igen, igen. Úgyhogy ennek örülünk. Biztos, tehát láttam a kommentelők között, hogy ötrés után megunja, bazd meg. Valószínűleg meg. Tehát nem fogjuk végigjátszani ezt a játékot, mert valami iszonyú osz. Nagyon, nagyon. Írták is, hogy na miből nem játszod végig. Hát, miért játszanám végig? Biztos, hogy nem. Ki mondta, hogy végigjátszom? A Typing of the Dead-et elkezdtük. Na, folytattuk. Egész pontosan. Folytattuk, bocsánat. Elkezdtük és folytattuk. Elkezdtük és folytattuk. Gépelünk, mint az állat. Szerintünk rohadt vicces. Tök jó. Szerintünk a stílusban nagyon-nagyon Dead Rising-os. Dead Rising-os. Amit imádunk. Igen. A következő részig ez jó lesz. Úgyhogy nem tudom, azt beszéltük Janival, hogy nem minden nap nyilván, de ilyen lightos leosztásokban majd biztos végigvisszük. Végig. Így felváltva együtt, külön, meglátjuk, hogy. Ja. Legközelebb együtt, az biztos. Hát ha összejön. Összefog. Jó. Úgyhogy ezt mindenképpen nyomjuk, örülök, hogy tetszik nektek, vagy örülünk, hogy tetszik nektek, úgyhogy fasz. Fasza. Fontos információ még ezen kívül, amíg a játékokhoz tartozik, hogy voltunk fodrásznál. Egy újabb kaland. Nagy kaland lesz, bazd meg. Egy újabb kaland. Először is nagyon fontos update. Mi az, Pisti? Sokan basztáltatok a biztonsági öv használata miatt, hogy hogyan használom és miért úgy. Na! Egyetlen egy ember volt talpon a vidéken, aki annyit mondott, hogy bazd meg, Pisti, ásd már lejjebb az övet. És én a nem rövid vezetési pályafutásom után rájöttem, hogy tényleg lejjebb lehet állítani az övet, úgyhogy neked nagyon szépen köszönöm. Lejjebb állítottam az övet, azóta minden rendben. Így van. Szartam, én nem tudtam, hogy ezt a szart lehet fellenyomatni, mert eddig egy kocsiba se csináltam. Mert nem minden autóba vág az öv. A nem. Nagyobb autókba azokban nem. Persze, de ebbe igen, a kisebbekbe igen. Az egyén nem kicsit fog esni? Bassza meg, itt van a kamera, de lázg a picsába. Amúgy hova megyünk? Megyünk fodrászhoz, mert már nagyon hosszú a hajunk. Hú, ez a mentol zöld Ikarusz, bazd meg. Ne rögjél, majd gyönyörű. Milyen retkes van. Most lesz a izé a Ikarusz találkozó. Van olyan? Igen, mert hogy valami búcsúgenyó lesz. Ne mert hogy kimondják az Ikaruszt, frankó. És no more Ikarusz? No more Ikarusz, bazd meg. Pedig az Ikarusz busz az igazi busz. Hát itt Debrecenben, igen. De amúgy is, miért Debrecenben már régóta új buszok vannak? Már nincs is Ikarusz. A távolsági buszok az Ikarusz. Volt még Ikarusz, nem mondja, hogy nem volt. Nem volt. Modern Metán, geci. Halvány zölden, narancssárgán megcsillanó magenta. Volt valami történt, ott mentő, rendőrség, úristen, mi a szak? És hogy néz ki ott az ég? Srácok, nézzétek meg. De ez most megint gyalogost gázoltak, ez a csapóc, ez metál. Ó, ne bassza már meg. De. Ó, ne már. Óvatosan vigyázzál a kamerával, haver, mert ez nem Amerika. Várj egy kicsit, igen, visszafordítom. Mert itt a jelenomcsukok azok azt mondják, hogy mit kamerázok, hogy csak karambol? Nem. Nem tudom, nem nézek oda inkább. Német. Taxi. Fú, nem tudom kitalálni, ez egy német autó volt. Nagyon sok. Lehet, hogy kápszisztak. Nem tudom. Ó, anyám. Öcsém. Kókuszdióra szaliszted magad. Mi van? Kókuszdióra? Hát igen, tessék csak menni úgy szépen orvosan. Én ezt nem értem. Meg kell futni a zebrán. Ha megálltam, bazd meg, gyere. Oda nézz. Vár egy kicsit. Kutya mondja. Ó. Ó. Kenyeret viszi haza. Várjál. Ez az. Ó, Jani. Ne várjunk egy kicsit se. Biztos? Úúú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 ú
faszom ki van. Neked van a mutassuk, bármint hogy... Mocskos Volvo! Mi történt? Ideges? Ki? Vagy kire ordibáltak? Nem, nem tudom. Fel van véve! Előttem ezt a partcoint. Szárnyos partcoint. Ez egy galám. Már rá, itt még van Nos! Jó van, nem? Oda nézd, itt van a csipce. Igazítsad meg. Betessük. Tedd be igazítsd meg.
is vibrálunk. Nem. Most mondjuk ez, hogy így... Ez van. De ha nem mondtuk volna, hogy vagyunk fodrász, nem vettétek volna észre. Na mindegy, nem is az a lényeg. Szóval egy gyönyörű hajunk van most már. Igen. Folytatok a Human Fall Flat-et, ami szerintem még mindig egy iszonyatosan vicces játék, és beszarok tőle. Patent játék. Na de azért egy kurva vicces. Nagyon. Iszonyatosan vicces. Ezen kívül még mászkáltunk egy pár helyre, de ezt majd közben megtudjátok. Az mindenki fontos információ, de ezt már elmondtuk nektek, hogy ez a hét egy kicsit lyukacsos. Talán azt nem részleteztük, hogy én megint a Balatonon leszek, úgyhogy majd onnan biztos, hogy vlogolok nektek. Igen, én meg úgy néz ki, hogy úgy volt eddig, hogy én is elmegyek, de nem megyek. Úgyhogy itt leszek, Debrecenben is valószínűleg kilátogatok a... A Virágkarnevára. Virágkarnevára. Most az 50. Az 50. bizony. Igen. Ez a Debrecen város sajátja, biztos sokan hallottatok róla. Úgyhogy vadlott nyomok majd. Igen. És, ja, akkor most nem, biztos találkozok majd pár emberre. Igen, ezt akartam mondani, hogy mivel Jani volt olyan hülye barom állat, hogy elmondta, hogy megy, ezért majd ott találkoztok vele. Majd már olyan helyre megyek, ahol nem találtok meg. Majd 20-án ilyen dél körül majd... És nem az én kezembe lesz kamera. Majd felkerek a Balatonon, az rögök így. Tegcsatornán történt mostanában valami? Igen, teszteltünk egy pár új terméket, ja, volt Gear Fit tesztünk, volt Alcatel tesztünk, ami tök érdekes volt, mert nem tudom mennyire figyeltétek, vagy mennyire érzékeltétek az egészen, de tulajdonképpen mindenki az égvilágon azt mondja, hogy a OnePlus 3 megbasz mindent, és az annyira kurva jó, hogy beszarás. Léteznek más gyártóknak is, amik hasonló helyről származnak, mint az. Olyan készülékei, amik hasonló árban. Én azt mondom, hogyan fogalmazunk jól. Buildre iszonyat, mármint ez is fém és üveg, illetve nagyon sok premium feature tartalmaz. Igen, nekem azt tetszett. Tehát én nem gondoltam most, hogy egy 120 rúgós telefonban az meg duáltónos vakut látok. Hát, ja. Meg ilyen apróságokat. Meg tényleg meg QHD kérdezik az minden. Nem volt, mióta használom már? Ja. Semmi. Semmi, egy fagyi se pedig Android. Tehát, igen. Na mindegy, érdekes volt, úgyhogy azt mindenképp meg akartam mutatni nektek. Ja, most a héten vagy a jövő héten pedig egy másik érdekességet fogunk felrúgni a Tech csatornán, méghozzá azt, hogy közeleg az iskolakezdés, és mindenkiben van sózva, hogy hallod? Most ez az új trend egyébként, mint a fokrémnek a 3D. Körül van géped, van egy notebookom, notebookod van, de buzi vagy. Mert mi van? Egy ultrabookod van? Igen. Mi az ultrabook? Szóval mindenki az ultrabooktól van megbuzzanva, nem tudom miért egyébként, tehát minél vékonyabb, annál szarabb, de ezt nem is kellett felfogni. Ez gyorsan a telefonokra is érthető. Egyébként igen. Tehát gyengébb hardware, kisebb aksi, hú de jó, vegyünk olyat. De én megértem a felhasználási módot. Abszolút, nagyon jól tudjuk, hogy nem jó nehéz dolgokat cipelni. Mi tényleg nagyon jól tudjuk ezt, mert nagyon nagy laptopjaink vannak, igen. Nagyon nagyok, a kettő is van, úgyhogy ezt inkább hagyjuk. Oké, úgyhogy. Ultrabook. Isten, mi a francot mutassuk nektek, mint ultrabook egyébként így az iskola kezdésre? És hát mindenki azt mondta, hogy hát figyeljetek, vagy MacBook-át vegyetek, hogyha nincs pénzünk, akkor valami mást. Na hát akkor úgy néz ki, muszáj ezt a valami más közül válaszunk, úgyhogy majd ezt a laptopot fogjuk nektek megmutatni. Ami ugye nem olyan vékony, mint egy MacBook Air, viszont 13-os, ugyanaz az árkategória, és kíváncsiak vagyunk nagyon arra, hogy vajon mennyivel tud többet, mint egy Mac Air. Tudjátok, hogy szeretjük alapvetően az Apple márkát, és a Macintost is. Ja. És nekünk aztán sem bajunk nincs vele, higgyétek el. De kíváncsiak lettünk arra, hogy ugyanannyiért egy ultrabook, ami tényleg ugyanannyiba kerül, mint egy Air nagyjából, 13-as, hasonló méretben, aksi szinten mit tud főleg, hiszen ez az egyik nagy erénye a Macnek. Így van. Meg úgy amúgy is, így a hétköznapokban. A hétköznapokban igen, hiszen sokkal erősebb hardware van benne alapvetően, mint a Mac-be, és kíváncsiak voltunk nagyon arra, hogy a Windows 10, mert nagyjából szerintem a 8 óta nem néztünk ultrabookot. Nem. Hogy Windows 10-zel egy ultrabook mit tud majd. Na mindegy, ez majd kiderül abban a tesztben, nem tudom miért mutattam. Ja. Ezen a héten nagyjából ezek a dolgok voltak egyébként. Ja. Ez még... egy ilyen rövid hét, ezt már mondtam. Ez egy viszonylag rövid hét volt, de egyébként annál izgalmasabb számunkra, de mondom, nagyon sok apró dolgot csináltunk, ami nagyon nem érdekes, viszont számunkra annál lényegesebbek, és a jövőre nézve nagyon lényegesek lesznek. Uh-huh. Na ez az, oda néz, Anisszán, hogy kijött. Ki? Kezd a faszom kilegni. Hú, basz! Nézd meg, a kurva anyját, és ő dudál, aztán áthúzta azt a szar. Nem ő dudált, szerintem a mögötte lévő dudált, hogy mekkora fasz volt az előtte lévő. Remélem, hogy így van. Geci, ez van, bazd meg, mondja az ember egyenesen, nyugodtan, ezt ráhúzza a kormányt az apja faszát, ez hülye. Hogy veszik fel ezeket a gatyákat? Ezen már én is sokat gondolkozom, szerintem nagyon sok... Egyszer lesz egy vlog, amiben megpróbálok felvenni majd egy 3 mérettel kisebb gatyát. Mint egy demonstrálva azt, hogy ezt hogy csinálják. A lányok a szűk farmert. Igen, de nem a jóga gatyát, mert azt értem, nem, hogy az olyan, mint a lufi. De... A slim farmert.
azt! Azt a nagyon ultra slimet. Felhúzom, bassz meg, majd meglátom. Fel fogom menni. Szerintem egy következő Just Dance-be abban nyomjuk. Ez kiszakad, tudod. Nem, ilyet nem tudok csinálni, mert szerintem elájulok. Ja, hogy kiszorítja a vért a lábadból? Az, hogy kiszorítja a vért, az biztos, de szerintem elájulok. A jövő heti vlog ugye nyilván sokkal bővebb lesz, mert lesz, mint meséljünk majd nektek, lesz. És többi. És... nagyon fasza, ez minden fasza. Hát bazd meg, geci, húzat. Hova raktad az én? A PVC vágó. Mit? Ne, hát nem. Most nyitottam ki azt a doboz. Ott van valahol. Ott van? Bazd meg. Na mindig. Szóval erre a hétre nagyjából ennyit akartunk. Mindenféleképpen jövünk jövő héten a vloggal, meg az összes többi videóval. Jaj, még egy kérdés. Iszonyatosan sokan kérdeztétek tőlünk, hogy lesz-e Deus Ex Mankind Divided videónk. Igen. Lesz. És nem is akármilyen lesz. Durva lesz. Mert? Na most már megint nem tudsz semmit. Te is. Hagyj időt! Jó. Gondolkozz. Legmélyebben, ott van benne, ott. Wow! Jó, megvan, ugye? Megvan, nem. Tudom, hogy miért. Igen, az egy kicsit érdekesebb végigjátszás lesz. Igen. Úgyhogy addig lesz mindenféle cucc, lesz valószínűleg addig már, mindegy, inkább nem sorolom fel. Jönnek a videók, köszönjük szépen, hogy nézitek őket. Tényleg köszönjük, hogy nézitek ezeket a vlogokat, köszönjük, hogy tetszenek nektek ezek a vlogok. Tényleg, ahogy már említettem, az év végéig kurva sok minden lesz ezekben a vlogokban, és szerintünk tök jó lesz. Igen. És megyünk vissza drónozni, Mr. Rendőr. És ilyen dolgok. Ez sok minden lesz. Úgyhogy tetszett ez a vlog, nyomjatok egy lájkot, aki még nem iratkozott fel, az iratkozzon fel, és jövünk tovább mindennel. Így van, jövő héten jövünk. Sziasztok. Szávasztok.